napot ünnepeltek Kishegyesen. Állásbőrzét tartottak Topolyán. Átadták a Kis Lajos Néprajzi Társaság díjait. Holnaptól melegszik a levegő. Köszöntöm Önöket! Március 27-i híradónkat látják. Részletes híreink következnek. 1769-ben a tavasz első napjaiban, március végén 81 békés Szent Andrási katolikus család telepedett Lehegyes pusztán. A közösség az elmúlt 2,5 évszázad viharaiban is megőrizte nyelvét, vallását, hagyományait. A betelepülésnek később volt még néhány hulláma, de a helyiek 1994-ben úgy döntöttek, hogy március 21-e lesz a falunapja, és az azt megelőző vagy ezt követő hétvégén ünneplik. A falunapi ünnepi műsor keretében ezúttal is átadták az elismeréseket az arra érdemesült polgároknak és szervezeteknek. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMS elnöke, Kovács Elvira parlamenti képviselő, valamint a VMS tartományi tisztségviselői, Juhász Bálint a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője, a település díszpolgárai és a testvértelepülések képviselői, valamint az önkormányzat és a helyi intézmények képviselői. Pásztor István alkalmi beszédében elmondta, gyakran jár Kishegyesen, jól ismeri ezt az összetartó, jól szervezett közösséget, melynek tagjai folyamatosan keresik az érintkezési pontokat, és nem a széthúzása jellemző. Pásztor szerint azok az emberek, akik ezt a közösséget irányítják és szervezik, felbecsülhetetlen értékű munkát végeznek, ami messze túlmutat a falu határain. A rendezvényen Mohácsi Zoltán, a helyi közösség tanácselnöke mondott ünnepi beszédet, majd átadta az elismeréseket is. A falu díszpolgári címét a helyi közösség tanácsa ezúttal dr. Deák Tibornak adományozta. Dr. Deák a falu szülötte és az orvosi diploma megszerzését követően a helyi egészségházban kezdett dolgozni, amelynek hosszú éveken keresztül igazgatója is volt. Az indoklásban elhangzott, hogy dr. Deák a legnehezebb időkben is igyekezett a lehető legjobban megszervezni a helyi lakosság egészségügyi ellátását. Köszönő oklevelet idén a Kishegyesi Nagycsaládos Egyesület és dr. Babcsányi Judit kapott. Az ünnepi műsor előtt az iskola galériájában megnyílt egy kerámia kiállítás, a Dévics Imre kerámiai művésztelep és az Ady Endre kísérleti általános iskola közös szervezésében, a művelődési otthon előcsarnokában pedig Kormos Róbert kishegyesi festő kiállításának megnyitójára került sor. Fontos szerepet kap kettől a Röszkei és Tompai tranzitzóna, mivel ekkor lép életbe a megerősített magyar jogi határzár. A két tranzitzónában összesen 324 lakókonténert helyeztek el, ezekben egészségügyi és szociális blokkokat is kialakítanak. A migránsok napi háromszori, a várandós kismamák és gyermekeknek ötszöri étkezést fognak kapni. Szerbia felé nyitott marad a tranzitzóna, a migránsok bármikor meggondolhatják magukat. A tranzitzónán belül szigorú szabályok lesznek, kihallgatják a migránsokat, új lenyomatot vesznek tőlük és fényképet készítenek róluk, majd anyanyelvükön elmondják nekik, milyen szabályok vonatkoznak rájuk. A Magyar Nemzeti Tanács Komplex ösztöndíj programjában nagy hangsúlyt fektet a leendő és jelenlegi érettségizők, valamint szüleik tájékoztatására a szerbiai továbbtanulási lehetőségekről és a tanács által szervezett szerb nyelvi és felvételi felkészítő képzésekről, valamint ösztöndíj támogatásról és az Újvidéki Európa Kollégiumban nyújtotta lehetőségekről. A Magyar Nemzeti Tanács és az Európa Kollégium képviselői a következő két hétben minden magyar tannyelven tanuló harmadik osztályos diák szüleit felkeresik a középiskolák közvetítésével a tájékoztató szülői értekezletek keretében. A szabadkai Master Plus cég állásbőrzét szervezett Topolyán. Farkas Mónika, a Master Plus képviselője nyilatkozott. Állásbőrzét tartott Topolyán a Master Plus cég, és Farkas Mónikával, a cég képviselőjével beszélgetünk. Elsősorban milyen munkahelyeket tudnak felkínálni? Elsősorban termelési munkára keresünk most munkatársakat, pontosabban a nemrégiben megnyílt, illetve üzembe helyezett üvegszövettermelésbe. És milyen munkafeltételeket kínálnak? Minden munkatársat egy hónapra jelentünk be. Három műszakban dolgozunk, illetve ami még nagyon fontos, hogy a fizetés
az rendszeres, tehát minden hónapban, ugyanabban az időszakban meg tudjuk kapni, ami úgy gondolom, hogy manapság egy igen ritka jelenség. És hát ami a vidéki érdeklődők esetében nagyon fontos, hogy fizet-e a cég úti költséget, illetve valahogyan biztosítja a munkások szállítását. Igen, természetesen amennyiben megfelelő minőségű és mennyiségű munkatársat tudunk összegyűjteni, adott településekre, illetve több település összekötésével autóbuszt fogunk szervezni. A közelmúltban a szomszéd községben, de egyben a szomszéd településen Kishegyesen is tartottak egy ilyen állásbőrzét, és igencsak nagy volt az érdeklődés. Az imént azt hallottam itt, hogy már azon gondolkodnak, hogy autóbuszjáratot indítanak. Így van, teljesen jók az információi. Nagyon nagy érdeklődéssel kerültünk kapcsolatba, nagyon örültünk neki, és valóban, tehát ez így fog történni. Még egyszer mondom, amennyiben sikerül megfelelő minőségű, mennyiségű munkatársat összegyűjteni, nagyon hamarosan el fog indulni az autóbusz. Ezen kívül ugye valószínű, hogy érdekelné a potenciális munkavállalókat a bérezés, illetve hogy a későbbiekben van-e esetleg előrelépési lehetőség. Igen, előrelépési lehetőség mindenféleképpen van, illetve egy teljesen versenyképes fizetéssel tudunk szolgálni. És hát amennyiben valaki Topolyán most nem tudott részt venni ezen az állásbőrzén, az se búsuljon, ugye, hiszen bármikor jelentkezhet a cégben, tehát akkor mondjuk meg végezetül az elérhetőségeket. Igen, mindenki jelentkezését várom. A telefonszámunk 625-825, illetve az office@masterplus.rs címre várom az ön életrajzokat. Megtartották a Kis Lajos Néprajzi Társaság díjkiosztó ünnepségét. A rendezvényre Topolya Község Múzeumában került sor. Az ünnepség a szerzők könyvbemutatóival kezdődött. A részletekről Szőke Annát, a társaság elnökét kérdeztük. Mit jelent ez a díjátadó ünnepség a Kis Lajos Néprajzi Társaság életében? Hát először is, hogy elismerjük azoknak a személyeknek a munkáját, tevékenységét, akik nem mondhatom, hogy kimagaslóan, de van, aki kimagaslóan, illetve vagy a szorgalmával sokkal többet tett, mint egy átlagos néprajzkutató, vagy egy amatőr gyűjtő. Az amatőr gyűjtőket is javítanom kell, mert azt mondták, hogy önkénteseknek nevezzük őket. Amikor közöltük a díjazottakkal, hogy elismerésben részesülnek, akkor éreztem, hogy mennyire fontos ez az embereknek. Lelkesedtek, örültek, vidámak lettek, és úgy érzem, hogy néha nagyon szerények, vagy szófogadatlanok vagyunk, hogy nem merjük megjutalmazni az embereket. A Kis Lajos Néprajzi Társaság 12 éve nem osztott ki díjakat, holott megvan, hogy az önkénteseknek stb. Jár a jutalom. És hát én nekem most volt az első 4 éves mandátumom lejárta, és úgy határoztam, hogy akkor az elnökségre viszem, hogy hát emeljük ki azokat, akik különösen szépen dolgoztak. Meg kell említenem Rafai Juditot, őhivatásos néprajzkutató, aki a mesegyűjtés, nem mondjuk, hogy népmese, mert az egy egész más volt, tehát a vajdasági mesefákat fölkutatta és a meséket összegyűjtötte, majd ezt tudományosan is földolgozta. Azután itt van a másik hivatásos néprajzkutatónk, Nagyabonyi Ágnes Zentáról, aki a tárgyi kultúra kiállításait, de földgyűjtését is nagyon magas szinten és szakszerűen műveli, és Ágnes sem kapott még elismerést ezért a munkájáért. És akkor következnek az önkéntesek, Bolya Pacsi Sarolta, aki egy kötetnyi mesét gyűjtött föl, és Rafai Judit rendelkezésére bocsájtotta. Ő moholi származású, és ott a környékbe hihetetlen mesefákra bukkant, és hangsúlyozom, akit Judit utána föl tudott dolgozni, akiknek a gyűjtéséből élt. Akkor Bajsáról Szuhankó Ruzsena,
akiről tudjuk, hogy tájházat, és nem is egyet hozott már létre. Ő is a tárgyi kultúra kategóriájába tartozik. A Juditnál elfelejtettem mondani, hogy ő a folklór területén, és ugyancsak a folklór területéről kell kiemelnem a Kishegyes és Szajkó népdalkórust, Borsoddi Patyare Korsolya vezetésével, akik átörökítik, átmentik a szebbnél szebb népdalainkat a jövő nemzedékének. És hát a folklór területéről még Kovács Mária, kispiaci, aki kötetbe foglalta egy rég eltűnt, de létező település, Ustorka meglétét, történetét. A kötet címe Volt egyszer egy Ustorka. Ez ma már nyoma sincs, a tanyavilág is eltűnt, és hát aki egy ilyen néprajzi alkotást tesz le az asztalra, úgy érzem, hogy ha más nem, de nekünk meg kell tisztelni, becsülni és kiemelni. Nem csak díjátadó történt a mai napon, hanem könyvbemutatókra is sor került. Új könyvekről van szó? Igen, ezek a közelmúltban jelentek meg, decembertől napjainkig. Ha kronológiai sorrendben szeretném mondani, akkor az első volt az enyém, a Szőke Anna, a Kártyavár összedült, utána következik Fehér Viktor, aki egyházas kér népszokásait dolgozta föl, illetve írta le csodálatosan a legapróbb részletekig, három ember életfordulói, és most jelent meg Rafai Juditnak, ez, amit említettem, Kálmány Lajos nyomában, a népmesekutatás. A mai esemény után mi vár még a társaságra ebben az évben? Még tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az év elején vagyunk. Hát én remélem, hogy sikerülni fog, egy nagy konferenciát szervezünk, a Reformáció 500 éve. Emlékkonferencia, az időpont is megvan, június 29-30 és július 1-2-a, ez 4 napos konferencia lesz. A Vajdaság területén az egyetlen központi rendezvény, amit mi szervezünk, és hát első nap Bajsán leszünk, az evangélikus egyház és vallásnak a berkein belül. Nagyon készülnek a bajsaiak, Dolinszky Márta esperes asszonnyal már megbeszéltük a részleteket. A második nap Bánátba kirándulunk, Torontálvásárhelyre, de úgy beejtjük Magyarita Bét és a másik nagy református központ. Ott is lesznek előadások, sőt filmvetítés is. A harmadik nap Bács-Feketehegyen, ez lesz a konferencia központi része. Itt 10 pár előadás fog elhangzani, és kiállítások is lesznek, minden színhelyen lesznek kiállításaink. Például lesz ilyen, hogy a reformáció, a református vallás a népi kultúrában, ez egy nagyon érdekes téma, mert tudjuk, hogy az ő szimbólumrendszerük sokkal egyszerűbb, mint a katolikus vallásé. És a negyedik nap pedig Szerémségbe maradékra fogjuk elvinni. Több mint 30 külföldi előadónk van. Kárpát-medence minden részéről, hát meg fogjuk mutatni neki a mi kincseinket is. Folytatjuk híradónkat. Az idősebb polgárok csupán koruk alapján nem mentesülhetnek a kötelező participáció fizetése alól az egészségügyben, azonban krónikus megbetegedésük vagy rossz szociális helyzetük miatt kérhetik a kedvezményt. Ahhoz, hogy vizsgálatonként vagy a gyógyszerek esetében dobozonként 50 dinárt megtakarítsanak, a nyugdíjasoknak a köztársasági egészségbiztosítási alaptól kell bizonyítékot szerezniük, amely mentesít a hozzájárulás alól, ezért pedig az alap fiók intézetébe kell menni. 53-an jelentek meg a március 23-ai topolyai véradási akción, közülük 48-an adhattak vért. 24 liter 480 milliliter életmentő folyadék gyűlt össze. A következő topolyai akcióra március 30-án kerül sor a 4. csoport tagjai részére. Előtte március 28-án Zentagunarason várják a véradókat.
Április 1-én fennállásának 20. évfordulóját ünnepli a Bácskaudvarhelyi Riesling Szőlészek és Gyümölcsészek Egyesülete. Az ünnepségen megjutalmazzák a 80 évnél idősebb gyümölcsészeket. Jelen lesz Fremond Árpád köztársasági képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság alelnöke is, Petár Cindritja, az Újvidéki Egyetem tanára pedig előadást tart a korszerű növénynemesítési újdonságokról. Az áramelosztótól kapott értesítés szerint március 28-án 8 óra 40 perctől 9 óra 40 percig nem lesz áram Topolyán, a Május 1-e utcában. Március 29-én 10-től 11 óráig Kishegyesen a Szutyeszka utcában, a Verbászi út és Proleter utca környékének lakói maradnak áram nélkül. Ugyanebben az időszakban Szikicsen a Pérótyetkovics, a Vícseklügy utcában és a vasútállomáson szünetel az áramszolgáltatás. Fitnessnapot tartottak Topolyán, ezzel szerették volna az emberek figyelmét felhívni az egészséges életmód fontosságára a szervezők. Az eseménynek a Csáky Lajos Általános Iskola tornaterme adott otthont. A TSC labdarúgói hazai pályán a tárcsői Bórác csapata ellen Szilágyi két góljával 2-1 arányban nyertek. Csapatunk 17 forduló után 27 ponttal a negyedik helyre jött fel a Szerbliga vajdasági csoportjának táblázatán. A következő fordulóban az ellenfél a Pancsovai Radnicski lesz. A mérkőzést idegenben játsszák. Hűvösebben indul a hét, de napsütéses, száraz idő lesz a jellemző, kevés felhővel az égen. Kedden már 17-20 fokot is eléri napközben a hőmérséklet. A hét többi napján legfeljebb 20 fokot mérhetünk, a hétvégére viszont ismét 20 fok fölé emelkedik a hőmérő higanyszála. Kedden a reggeli órákban köd képződhet, de napközben derült időre lehet számítani, csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között alakulhat majd. Napközben 17-20 fokig melegszik a levegő. Szerdán kezdetben napos időre lehet számítani, helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet és egy-egy zápor is előfordulhat. A leghidegebb órákban 0-tól 5 fok lehet, nappal azonban 19 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön többfelé megerősödik a szél, viszont napsütés várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb hőmérséklet 15 és 20 fok között valószínű. Pénteken napos száraz időre lehet számítani, de még többfelé megélénkülhet a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 1-től 7 fok lehet, napközben 16-21 fokig melegszik a levegő. Kedves nézőink, híradónkat látták, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra holnap ugyanebben az időpontban.